Utoljára akkor voltunk itt a Szent Erzsébet óvodában, amikor nagyon csendes volt minden, nem is tudtunk bejönni az udvarra, hiszen kint beszélgettünk az épület előtt, a kert mellett. Nem voltak gyerekek, mert elkezdődött a veszélyhelyzet, és nem jöhettek. Most viszont újra gyerek zsivajtól hangos az udvar, de már egy ideje így van, hiszen ügyeletként működik az óvi. Hogy viselték ezt az időszakot? Óvónők, óvodapedagógusok, és hát hogy viselték a gyerekek? Hát nem volt egyszerű. Ez egy nagy kihívás volt, azt hiszem, mindannyiunknak. Én úgy hiszem, hogy jó szívvel mondhatom azt, hogy a próbát kiálltuk. Úgy a szülők, mint a gyerekek, és mint a kollégák. Az ügyeleti időszak elején még csak 5 gyermek lehetett egy csoportban. Ezt az időszakot nagyon családias légkörben töltöttük. Először 2 csoportunk volt a végén, aztán 3 csoporttal zárult ez a nehezebb, szervezésileg is sokkal több, megfontoltabb döntésre volt szükség, de nagyon jó érzés volt, hogy igen erős összetartás volt, és a szülők, azt hiszem, hogy ki kell azt mondani, hogy a szülők szabálykövetőek voltak. Tehát ez nekem, mint intézményvezetőnek nagyon fontos volt, hogy mindent betartottak. Senkit nem kellett külön figyelmeztetni az egyes szabályokra, a kézmosóra, a maszkra. Tehát egyszerűen olyan jó érzés volt, és én magam is közel kerültem olyan emberekhez is, akik ez esetleg korábban csak mint intézményvezetővel voltak kapcsolatban, és aztán egy szinte baráti kapcsolattá tudott ez alakulni. Aztán, amikor megnyíltak már mindenütt az óvodák, tehát 25-től, akkor nálunk 2 csoport el is indult, és a mai napig 2 csoporttal voltunk. Sokan döntöttek úgy, hogy nem hozzák már ebben az időszakban, ezért szükségtelen volt a 3 csoport beindítása, de a 2 csoporttal szépen eldolgoztunk, élveztük, és amit csak lehetett, kint voltunk. Nem csak azért, mert a sok fertőtlenítési és egyéb előírás miatt sokkal könnyedebb élet lehetett ideként, hanem amint jó idő volt, annyira élvezték a gyerekek, hogy lehetünk újra, és annyira örültek. Kihoztunk játékokat, és mindig, amikor csak lehetett, akkor az udvaron voltunk, és énekeltünk, körjátékoztunk. Tehát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, de az otthon maradt szülőkkel is kapcsolatban maradtunk. Megkérdeztük őket, hogy ők mit szeretnének, és azt kérték többen, hogy maradjon meg az a szokásrend, hogy az óvodapedagógusaink hetente kiküldenek egy-egy anyagot számukra, és nagyon élvezik, és voltak olyan családok, akik arról számoltak be, hogy az óvónéni hangos könyvként mesélt nekik, és ők hallgatták, és ezek a hangfelvételek, hát felnőttünk digitálisan is, ezt kell mondanom, hogy igen, azok a kollégák is, akik esetleg idegenkedtek attól, hogy ezt hogy oldják meg, a végén pont az egyik ilyen kolléganő volt a legfőbb mesélőnk, és nagyon-nagyon élveztük, énekeltek az óvónők felvételt készítettek róla, elküldtük, és akkor így párhuzamosan haladtunk, tehát az itteniekkel itt foglalkoztunk, akik pedig otthon maradtak szülőkkel, ők pedig megkapták ezeket az anyagokat, és ők meg otthon hát élvezhették így a családi körben továbbra is az együttlétet. Most pedig egy nagyon vidám, családias hangulatú eseményre kaptunk meghívást. Búcsúzás a téma. De mégsem szomorú senki. Szülő és iskolába induló kisovodás, nagyovodás örömmel tölti együtt az idejét. Lehet, hogy akkor utoljára itt az óvoda udvaron. Igen, hát ez nagy fejtörés volt. A nevelőtestület értekezletén döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk egy egészen rendhagyó formát. És ma, ahogy köszöntöttem itt a szülőket és gyerekeket a rendezvény elején, akkor elmondtam, hogy
többen is mondták, hogy hát most ez milyen szomorú dolog, hogy nem lesz nagy évzáró, és nem úgy lesz ünneplő ruhába, ahogyan máskor, de azt mondtam, hogy lehet, hogy ti olyan különleges módon fogtok elköszönni az óvodától, mint senki más, és hogy lehet, hogy épp erre fogtok legtovább majd emlékezni. Egy játékos búcsúzást szerveztünk szabadtéren, hogy nyilván a vírus megkívánt a szabályokat még betarthassuk, és a gyerekeknek próbákat kell kiállniuk, mindenféle, a mesevilágban barangolunk, Tündér Ilona, Árgyilus királyfi, Király Kis Miklós, aranyalmát keresünk, aranyat mosunk, megmásszuk a lehetetlen mélységeket és magasságokat, és utána kitűzhetjük a vár tornyára a saját lobogónkat, és ezzel tudunk elköszönni az óvodától. Majd sor kerül egy kis ajándékátadásra, meglepetésre a gyerekeknek, és hát a szülők nagyon nagy lelkűen készítettek süteményeket, úgyhogy lesz eszemiszom, dinomdánom a végén, és most pedig egy kicsit együtt vagyunk, játszunk, és azt hiszem, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva talán sokkal nagyobb ajándék nekik ez a formában, ebben a formában való búcsúzás, mint hogyha egy színpadon kellene állni és szerepelni. Kicsi madár, ha volnék, szép én